Sziasztok mérlegek, köszöntelek a csatornámon, Attila Taro. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videómat, hogy láttátok, néztétek, lájkoltátok, különösképpen ha feliratkoztatok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek. Örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy 2024-ben milyen energiákat várhatsz havi szinten, hogy jobban tud navigálni az életedet. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Mielőtt belekezdjünk, írd be a kommentbe azt, hogy 2024 lesz a legjobb évem, ezzel üzenetet küldesz az univerzumnak, valamint lehetőséged lesz az is, hogyha lájkolsz és beírod ezt a kommentbe, hogy nyerj egy kirakást január végén. A kommentelők között véletlenszerűen ki fogok választani valakit. Tehát még egyszer, 2024 lesz a legjobb az évem. De kezdjünk hozzá, először is az angyal kártyákkal kezdjük, ahol neked itt a manifesztálás jött ki. A manifesztálás igazán az a folyamat, amikor próbálod a gondolataidat megvalósítani a három dimenzióban. Tehát itt lehet, hogy van valami, amit szeretnél létrehozni, ez lehet gazdagság, pénz, szeretet, szerelem, egészség. Tehát van valami az életedben, ami ebben az évben valamit létre akarsz hozni. Ebben a folyamatban nagyon fontos az, hogy pozitívan gondolkodj, és pozitív legyen a vibrációd, tehát minél magasabb a vibrációd, valamint el tudod engedni a dolgokat, annál könnyebben tudod bevonzani a dolgokat az életedbe. Tehát ez lesz a legfőbb témája a 2024-es évnek a számodra. Nézzük meg, hogy mit mond a segítő állatok szellemeinek a kártyája. Tehát itt a szitakötő jött be, ami igazán arról szól, hogy az igazság az felülmúlja az illúziót. Tehát itt igazán, ha belegondolsz, a szitakötőnek nagyon csillogó szárnyai vannak, és ez igazán ez a kártya arra szólít fel, hogy figyelj arra, hogy jobban meg tud különböztetni az igazságot, valamint a fénylő dolgokat. Tehát nem minden arany, ami fénylik, ahogy a magyar közmondásban mondjuk ezt. Tehát ez igazán azt az energiát foglalja magába, hogy figyelj oda, hogy mi az, ami csak félrevezet, és mi az, ami az igazság. Tehát az igazságra oda kell figyelni. De ugorjunk bele, mi történik veled januárban, milyen energiákat kapsz. Január a fő kártya az érmék királynője, és a magyarázó kártya pedig a botok hármas. Az érmék királynője az egy nagyon pozitív kártya, a stabilitás, a bőségnek a kártyája, a hűségé, a hosszú távú kapcsolaté. Tehát ha ez jelentett téged, egy másik személyt, aki ezt az energiát foglalja magába, mindenképpen bőséget hoz ez a kártya, amikor képes vagy a szeretteid, erről gondoskodni, pénzügyileg lehet, hogy valaki jó tanácsot ad neked, amit meg kell fogadni, kapcsolatok területén is nagyon jó, ez lehet egy bak jegyű személy. Fontos az ennél a kártyánál, hogy kapcsolatok terén jelenthet egy új kapcsolatot, vagy egy hűséges kapcsolat, egy hosszú távú kapcsolatról szól igazán ez a kártya. Nagyon jó lap minden vonatkozásban, stabilitást jelképez. Aztán pedig a hármas, a botok hármas az arról szól, hogy megszötted a terveidet, és végre látod azt, hogy ezek a tervek sikert hoznak az életedbe. Tehát ez az új kalandnak az energiája, amikor úgymond valami újba belekezdtél, és látod azt, hogy amit csinálsz, az sikert fog hozni. Tehát lehet, hogy mit tudom én, állástra rájázol, szerződést akarsz megkapni, saját üzletedbe kezdesz, és látod azt, hogy visszahívnak interjúra, az első rendelések bejönnek, lehet, hogy randira mész, és látod azt, hogy jó randikban van része. Tehát valami sikert fogsz látni ebben az időszakban, ami úgymond manifesztálódik a három dimenziós világban. Tehát itt jelenthet igazán valamilyen utazást is, lehet, hogy utaznod kell ebben az időszakban, de az is lehet, hogy globálissá akarod vinni a saját üzletedet, vagy pedig egy olyan emberrel vagy kapcsolatban, akivel nem ugyanabban az országban, földrészen laktok. Nézzük meg, mit hoz február. Tehát február
A kelyhe 9-es jelképezi, és a kelyhe 9-es magyarázza, ami jelzi azt, hogy az univerzum igazán kétszeresen is visszaigazolja, hogy ez egy nagyon jó hónap lesz a számodra, mert ez a kártya az ünneplés, a boldogságnak a kártyája, amikor valami nagyon jó dolog történik az életedben, ez igazán a kívánságaim teljesülését is jelzi, tehát amit szeretnél, amit kívánsz, az lehet, hogy februárban bejön, ez lehet egy új állás, lehet pénz, lehet új kapcsolat, tehát valami valóra fog válni az álmaid közül februárban. Nagyon jó lap. De nézzük meg, hogy mi vár rád márciusban. Március az a botok apródja jelképezi, és a kelyhek 10-es magyarázza. Tehát a botok apródja lehet, hogy valamilyen hírt kapsz, az apródok általában valamilyen hírt hoznak. Ez az apród általában valamilyen szenvedélyes dolgot hoz. Ez lehet egy új kapcsolat, egy új lehetőség, valami, ami igazán kötődik a te tökéletes boldogságodhoz, mert az, amiről a kelyhek 10-es beszél. Tehát a botok apródja. A botok apródja az, hogyha munka és karrier területén nézzük meg, akkor lehet, hogy a kezdeti terveket szősz ebben a hónapban, lehet, hogy új állást akarsz, lehet, hogy a saját üzletedre akarsz belekezdeni, és úgymond a saját álmaidat próbálod megvalósítani, a tökéletes boldogságodat. Az is lehet, hogy valamilyen új kapcsolat, valami új szenvedélyes kapcsolat jön be, amiből lehetséges, hogy hosszú távú boldog kapcsolat válik. Meglévő kapcsolatok esetén lehet, hogy ebben a hónapban oda ki kell figyelned az olyan jelekre, amik problémákra utalnak, de én igazán azt látom, hogy sikerül megoldani ezeket a problémákat, mert a kelyhek 10-es az a tökéletes boldogságot jelenti. De nézzük meg áprilist. Áprilist a nap jelképezi, és az erő kártyája, ami magyarázza, tehát a nap a legjobb kártya a 78 nap közül, jelzi azt, hogy ez a hónap nagyon jó lesz, valami nagyon jó, pozitív dolog történik az életedben. Az is lehet, hogy valamilyen megvilágosodást nyersz, hogyha valami olyan dolog van az életedben, amiből nem tudod, hogy hogyan lépj tovább, a nap meg rávilágít arra. És az erő pedig azt is jelzi, hogy nagyon bátor, erős és magabiztos leszel. Nagyon jó lap, hogyha kapcsolatot akarsz, nagyon jó lap, hogyha valami új üzletet, új dolgot akarsz az életedbe. Tehát alapvetően ez a hónap nagyon sikeres, nagyon jó lesz a számotokra bármely területen. Nézzük meg, hogy mit hoz a május. A májust az a botok ásza írja le, és a botok hatos az, ami magyarázza. Mint ászok, az általában valamilyen új kezdetet hoz az életünkbe, ez valamilyen tüzes, új, ami kezdett, új fejezet az életedbe, ami kötődik a szenvedélyedhez. Ez lehet egy új szikra, egy ötlet, egy új állás, egy előreléptetés, új kapcsolat, meglévő kapcsolatban újra feléled a szikra. Valami, ami nagyon nagy sikert hoz az életedben, mert a botok hatos, az a siker, a győzelem, és az a kártya, amikor a figyelem kellős középpontjában vagy. Tehát van valami, amivel belekezdesz, ami nagyon sikeres lesz, ez lehet kapcsolati téren, lehet munka területén. Ebben a hónapban valami olyat csinálsz, amivel a figyelem középpontjában leszel. De nézzük meg, mit hogy június. Június a fő kártyánk a csillag, a magyarázó kártya pedig a kelyhek 2-es. Csillag az jelzi azt, hogy egy nehéz időszak után végre jó dolgok jönnek az életedbe, a remény visszatér, a gyógyulás kártyája, a pozitivitásnak a kártyája, amikor minden jóra fordul, amikor az univerzum teljesíti az álmaidat, és lehet az is, hogy valami sokkal jobb dolog jön be az életedbe. És ha megnézed, három kártya is van, ami az álmok teljesüléséről szól, mind a csillag, valamint a két kelyhe 9-es. Tehát itt valami valóra válik, és ez az álom úgy néz ki, hogy a kelyhe 2-es révén valamilyen partneri kapcsolathoz kötődik. Tehát ez a partneri kapcsolat ez lehet személyes kapcsolat, lehet, hogy mert ez a kelyhe 2-es, ez nagyon a lélektársi energiát hozza magával, tehát lehet, hogy találkozol a lélektársaddal, vagy már a lélektársaddal, vagy és úgy döntötök, hogy összeházasodtok, vagy eljegyzitek egymást. Mindenképpen jelenti ezt a
összekötődést, elkötődést, amikor úgymond elkötelezed magadat valami iránt. De jelenthet üzleti kapcsolatot is, lehet, hogy valamilyen szerződést írsz alá, ami az álmaid szerződése, az álmaid lehetősége. De nézzük, mit hoz július. Július a főkártyánk a kelyhek ásza, a magyarázó kártya pedig az érmék királynője. Tehát az ászok valami új lehetőséget jelentenek. Tehát itt nagyon érdekes, hogy már két ászod is van, tehát valami új kezdet jön az életedbe. Ez a kezdet mindenképpen nagyon sok boldogságot, örömet fog hozni, mert a kelyhek ásza azt írja, amikor olyan boldog vagy, hogy nem tudod, hogy sír vagy neves az örömedbe. Ez lehet egy új kapcsolat, ez lehet egy meglévő kapcsolat, vagy egy új fejezet, gyerek születése, új állás, új üzlet, kreatív üzlet, ami nagyon boldoggá fog tenni téged. Ami érdekes, hogy ezt az érmék királynője az, aki magyarázza, felszeretném hívni a figyelmet, érmék királynője már kétszer is megjelent, tehát ez az energia nagyon fontos. Érmék királynője itt lehet egy vezető pozíció, amit megkapsz, vagy lehet, hogy az érmék királynővel kerülsz kapcsolatba, partner kapcsolati téren, aki nagyon hűséges, nagyon szeretetteljes személyt jelképez, de ugyancsak lehet üzleti kapcsolatot, tehát lehet egy vezető pozíció is. Néhányatoknak lehet, hogy anyai szerepbe léptek, mert az érmék királynője egy nagyon az anyák mintája, úgymond, és az kelyhek ásza pedig jelölhet gyerek születését. De nézzük, mit hoz az augusztus. Az augusztust a kardok 4-es írja le, és a napkártyája, amit ha visszaemlékszel, már egyszer kijött, fog magyarázni. Tehát a kardok 4-es az igazán a szünet, a szünetelés, a pihenés, a meditálásnak a kártyája, amikor valami csalódáson mentél fel, és ebből felépülsz, de nem feltétlenül egy csalódás, jelentheti azt is, hogy igazán elmész nyaralni, mert az kardok 4, valamint a nap, az egy nagyon pozitív pihenést jelent az életedben. Augusztus igazán a fő vakáció időszak, szerintem egy nagyon jó pihenésben lesz részed, de valami pozitívan fog változni ebben az időszakban. Tehát itt igazán arra kell igazán fókuszálnod, hogy feltöltődj, hogy kipihend magad. Aztán nézzük szeptember. Szeptembert az akasztott ember írja le, és a kardok 7-es az, ami magyarázza. Tehát az akasztott ember energia az arról szól, hogy igazán más szemszögből kell nézned a dolgokat, valamint lehet, hogy fel kell adnod valamit. Ebben a hónapban lehet, hogy egy kicsit megakadnak a dolgok, lehet, hogy nem fognak úgy haladni, ahogy azt szeretnéd, mert általában az akasztott ember valamilyen akadályt jelez. Ami fontos ennél a helyzetnél, hogy új szemszögből közelítsd meg a dolgokat, és az segít neked abban, hogy tovább mozdulj. Valamint a kardok 7-es is arra szólít fel, hogy egy új stratégiát kell alkalmaznod, mert a kardok 7-es az jelzi azt, hogy valami új módon kell megközelíteni a dolgot. Lehet csalás, lehet úgymond tolvajlás is. Itt igazán nekem az jön be, hogy más módon kell nézned a dolgokat, és más stratégiát kell alkalmaznod. De nézzük, mit hoz az október. Az október azt a botok 4-es az, ami jelképez, és a érmék 10-es, ami magyaráz. Botok 4-es, ez valami új kezdetet jelentett, ez a 11-11 kártyája, amikor kinyílnak előtted a kapuk. Ez lehet egy új lehetőség, egy új kapcsolat, valami, amit meg fogsz ünnepelni, amikor nagyon otthon érzed magad. Ez igazán a boldog családnak is a kártyája, jelenthet esküvőt, jelenthet gyerek születését, különösen az érmék 10-essel kombinálva, mert az érmék 10-es az arról szól, hogy létrehozod a saját generációdat, lehet családalapítás, lehet gyerek születése, tehát egy nagyon boldog időszakot ír le. Szerintem ez a hónap egy nagyon boldog, nagyon stabil lesz a számodra, jelenthet pénzhez való jutás, lehet, hogy
házat vesztek ebben az időszakban, vagy lakást, ingatlant. Tehát ez a stabilitásról fog szólni, ez a hónap, mind pénzügyi, mind lelki stabilitás, mert ez a két kártya egy hűséges, hosszú távú kapcsolatot jelent, valamint stabil pénzügyi helyzeteket is. Tehát ez a hónap egy nagyon jó lesz, amikor nagyon otthon érzed magad. Aztán nézzük meg, hogy november mit hoz. Novembert az érmék királynője jellemez, és a botok 9-es, az, ami magyarázza. Tehát az érmék királynője az az érzelmekről szólnak, a szeretettől, ez egy nagyon szeretetteljes kártya, amikor gondoskodsz valakiről, amikor az érzelmeid nagyon fontosak számodra. Tehát ez lehet gyógyító, terapeuta, vagy pedig valamilyen kreatív személy. 9-es, a botok 9-es az jelzi azt, hogy ebben a hónapban egy kicsit szerintem magad alatt leszel, olyan téren, hogy ki leszel fáradva. Mert a botok 9-es az arról szól, hogy bele vagy fáradva valamiben, és igazán szerintem ez a fáradtság ez inkább a lelki téren fog megjelenni. Tehát lesz valami, amiben belefáradtál ebben a hónapban, és igazán közel vagy ahhoz, hogy felad az, amiért dolgozol, de igazán a botok 9-es mindig arról szól, hogy folytatni kell, mert nagyon közel vagy a célod eléréséhez. De nézzük meg, hogy hogyan fejeződik be az év, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani valamint, feliratkozni azzal mindenképpen jelzed nekem, hogy a kirakás segített, és te is segítesz nekem, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson ez a csodálatos üzenet. És neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és ne felejts el beírni a kommentbe az, hogy 2024 lesz a legjobb évem. Egyrészt ezzel üzensz a univerzumnak, valamint lehetőséged lesz egy személyes kirakásra is, hogyha te leszel a nyertes. De nézzük meg, hogy december. Decembert az érmék 6-os írja le, és az botok 5-ös az, ami magyarázza. Az érmék 6-os az a kártya, amikor az egyensúly visszatér az életedbe, tehát lehet, hogy van valami, amiben segítséget fogsz kapni, mert ez a kártya igazán arról szól, hogy valaki, aki hatalmi pozícióban van, az a segítségedre jön. Ez lehet az univerzum, lehet egy olyan személy, akinek sok hatalma van. Nagyon jó kártya abban az esetben, hogyha pénzt szeretnél kapni, tehát jelenthet bónuszt, jelenthet fizetésemelést, de nagyon jó lap, hogyha befektetőket próbálsz találni a vállalkozásodba, vagy pedig hitelt, lakást szeretnél venni, és ehhez hitelt szeretnél kapni, jelzi azt, hogy meg fogod kapni. Igazán a botok 5-ös az arról szól, hogy ez a konfliktusnak és a versengésnek a kártyája, tehát lehet, hogy van valami, amiért nagyon sokan versengenek, de te kapsz valami segítséget, ami végtéleképpen segít neked abban, hogy megkapd, amit szeretnél. Általában ez a konfliktus, amit a botok 5-ös leír, az abból ered, hogy az emberek ebben a közegben különböző háttérrel jönnek. Tehát itt lehet, hogy ebben kapsz segítséget, hogy a konfliktus megold. Konfliktus területén lehet az is, amikor igazán ez a kezdeti konfliktus, amikor próbáljátok azt, hogy milyen messze mehettek el, úgymond egymással. Valamint a versengés, amikor lehet, hogy valamiért nagyon sokan versengenek. Ez lehet egy állás, egy lehet ez lehetőség, üzleti lehetőség, kapcsolat, amikor úgymond versengő helyzetben vagy. De abban is szerintem lesz valaki, aki segít neked abban, hogy te legyél, aki megkapod azt, amit szeretnél. Tehát kedves mérlegek, ez egy nagyon jó kis kirakás. Én remélem, hogy ilyen lesz az évetek. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog 2024-et, és remélem, hogy újra láthatok.